Isti! Damn, son! Isti sztóra leírásban. Na, sziasztok, gyerekek! Itt vagyunk egy következő videóban. Metal Earth-t fogok kipróbálni. Köszönöm szépen a Reflex Shopnak ezúttal is, hogy rendelkezésemre bocsátottak egy ilyen cuccot. Illetve pontosabban kettőt, és erről szeretnék nektek beszélni. Úgy döntöttem, hogy a másikat ki fogom köztetek sorsolni, az pedig egy Star Wars-os R2D2 lenne. Meglátjátok, hogy nagyjából hogy néz ki egy ilyen dolog, amíg nem találkoztatok hasonló dologgal, hogy mit kell tennetek ezért a Metal Earth Star Wars-os R2D2-ért. E-mailt kéne írnatok nekem a szalaista23@gmail.com-ra, leírásban egyébként ott lesz az e-mailem. Reflex Shop tárgy is lehet az, a szöveg, inkább a tárgy legyen Reflex Shop, az úgy sokkal egyszerűen végpörgetem, és akkor valakit random ki fog választani, semmiféle bunda nem lesz benne, semmiféle plusz dolog nem lesz benne, hogy ír valaki, és akkor megveszteget, vagy valami, nem lesz ilyesmi, jó? Tehát ezt garantálhatom, korrekt vagyok ilyen szempontból. Gyerekek, úgyhogy e-mailbe írjatok nekem üzenetet, Reflex legyen a tárgy, vagy Reflex Shop legyen a tárgy, és akkor megy nektek valakinek random, ami majd be lesz jelentve Facebookon, hogy ki nyerte meg. Jó szórakozást kívánok! 3D Model Kits. Biztos láttatok már ilyet, ezek ilyen 3D-s modellek, meglehetősen elérhető áron egyébként, ragasztást és különböző vágást nem igénylő modellek ezek, és ilyen full fémes kinézete lesz, de is rakom nektek, hogy lássatok, hogy miről beszélek pontosabban. Tehát ilyen jól néz ki, szép lesz, ilyen fém, életemben nem próbálkoztam még ezzel, picikét félek tőle, megmondom őszintén. A modellekben picikét otthonosabban mozgok, úgyhogy van már nekem ilyen hosszú csipeszem, illetve mi ez, szikém. Na most, hát én így, ezt így ilyet csinálunk. Egyébként ez egy vágólap, tehát ezt nem kell beszarni, ez semmi extra. Oké, mit találunk benne a dobozban? Nagyon sok fajta van egyébként, tehát van azért rendesen a leírás, nem szarakodtak sokat vele. Úha, ennyi? Jó, rendben van. Haver, azért, na, egy kicsit úgy beszartam, maradjunk annyiba hirtelen. És akkor hát megnézzük az utasítást, hát ez nem tűnik túl egyszerűnek. Azért maradjunk annyiban, atya úristen, hány lépésből áll ez? Alapból, hát fölismerem azért nagyjából, jó? Tehát próbáljuk meg úgy, hogy egyes lapot kéri, az egyes lap az... az elvileg ez. Próbálom felfogni, hogy mit csinálok. Hát egyes lap, ugye, az itt van. Hát az ez a nagy, ez az egyes, ez az egész. Megpróbálom majd kinyomni, hogy ne legyen ebből tré, hogy ez hogy jön ki, azt még én magam sem tudom ám. Szikét kéne használni hozzá, hogy... Aha, jó, hát van-e valami leírás, hogy szedjem ki? Várjál már. Türelemjáték az, úgy veszem észre. Nagyon, nagyon keményen. Aha, oké, na, oké, elengedte. Sweet. Jó, nagyon jó. Step one complete. És egyébként csak 40 percet vett igénybe. Oké. Tehát kell az egyes. Ő most hogy fogja? Tehát, hogy merre áll? Ja, látom. Aha. Mert most az a baj, azt tudom, hogy most feje, most fölfele mutatja egyébként. Gondolom. Egész jól hajlik. Értelemszerűen. Haladunk valahova, haladunk valamerre. Eddig így állunk. Jó. Ez megtörtént. Rendben, korrekt. Oké. Back hinten. Ja, az németül van, jó. Front horne. Oké. Okay. Hát vannak itt nekünk ilyen kis pöckeink, és azt kéne így bedugni. Holy crap. Bruh. Úristen, tesó. Oké, okay, egy megvan, Houston. Jaj, kijött, jó, oké. Okay. És hajlítsa meg 90 fokba, tehát ezt így. Várjál, a csipesz. Hajolj még. Jó, és te is itt vagy. És te is így hajolj még el. Gyerekek, ez a hajlítás, ez... Azt írja egyébként eredetileg a cucc, hogy nem igényel eszközt. Hát én azért ajánlanék hozzá eszközt. Gyerekek! Úgy érzem, hogy elindultunk. Sinen vagyunk! Sinen vagyunk! El sem hiszem, de sinen vagyunk. Oké, még ezt meg kell csinálni még egyszer, ugye? Persze, hogy meg kell. Jó lesz az nekem. Azt is bedugom. Mondom, bedugom azt is. Dugd be. Ben vagy? Ben vagy, tesó. Ez így lesz, jó, oké. És te is akkor szépen ráhajlasz. Rá kell rakni valamit, a kettest. Melyik a kettes? Ugye most jön a kérdés, kettes. Az, hogy hajlítgathatod, de hogyha elcsösszed, akkor visszahajlítod, érted? Tehát, hogy nem igazán tudsz itt szerintem fatális hibát ejteni. Úgy csináljuk, hogy egyet ide dugok, jó? Oké, okay, ezt így akkor rá kéne hajlítani. Atya úristen, gyerekek, hát ez... Ennek meg itt gömbölyödni kéne amúgy, tehát hogy így ez jó. Na ezt hogy fogom ide betolni, öcsém? Na az, ez egy... Gyerekek, alig van ott át, alig jött át valami. Érted? És ezt hogy csavarom én el? Hát ez így elég ocsmányú néz ki. És azt oda hogy fogom beszúrni? Hogy fogom azt oda berakni?
Arról halványilag fingom nincs konkrétan, ezt most halál komolyan mondom gyerekek nektek, tehát hogy így nem tudom azt, hogy hogyan rakom be. Te jószagú úram, atyám, de konkrétan így be vagyok akadva, de mint az állat. Azt fogom csinálni, hogy így ráhajlítom, így kifele hajlítom, vágod. Most tudod, hogy érzem magam? Mint egy apuka, aki amikor a gyereke így megkérte, hogy apa csináld már meg nekem. És így persze fiam, már csinálom is. Na, megvan gyerekek, úristen. Össze van rakva ez a kis bütyür. Csak meg is mutatom, ezt raktam össze. Jó, igazából tényleg megvan a megoldás erre, hogy kell ezt kiszedni. Egészen elkezded így zúzni. Ez a titka, de most komolyan mondom, hogy most ez így ennyi, hogy egyszer csak így elengedi, így reménykedsz benne, hogy el fogja engedni. Yeah, schwarze Schuhe, schwarze Lederjacke. In der Schule nur in Edding in der Federmappe. Bis ich mich auf den Weg machte nach der 10. Klasse. Ich wollte sehen, was das Leben mir zu geben hatte. Dann ging es los. Nur Probleme wegen Patte. Steck die Kekse in die Tasche auf. Na, Startzug, hát végül ez mir az végül is ilyen lett. Slave One. Eléggé rendben van a cucc. Jól néz ki. Innen át, egyébként eléggé durva 4 óra 10 perc volt egyben, míg megcsináltam. Hát amikor szedtem szét, akkor leszakadt, és akkor igazából itt ezek a szárnyak, ezeket csak ragasztóval tudtam egyébként már megcsinálni. Szóval csaltam egy kicsikét, de a hátul látjátok, az rendesen ki van dolgozva, ahogy annak lennie kell, tehát az minden egyes alkatrésze ott van a helyén. Ez itt egy kicsikét itt olyan sajnos bénzsa lett, mert hogy tényleg ragasztanom kellett. De mondom, ez csak az én bénességem és a hozzá nem értésem.